Szegléd város önkormányzata egy sikeres VECOP pályázatnak köszönhetően nyert több mint 290 millió forintot kerékpárút építésre. Majd az időközben megnövekedett költségek miatt ezt egészítette ki még 60 millió forintos kormányzati forrás. A beruházás hivatalos nyitósajtótájékoztatóján Földi László országgyűlési képviselő a kezdeteket is felelevenítette. Annak idején, amikor az Infineon azt mondta, hogy idehozza a 100 millió eurós beruházását, két dolgot kért az akkori városvezetéstől. Az egyik az, hogy épüljön meg az ipartelepen egy nagyon jó minőségi út, hogy a teherforgalmat le tudják bonyolítani. A másik pedig, hogy épüljön meg a kerékpárút, hiszen a Infineonban több mint 1500 ember dolgozik, és sokan járnak biciklivel dolgozni. De nem csak ezért fontos, hogy az Infineon és az itt lévő vállalkozások munkavállalói kerékpárral is megközelíthessék a helyszínt, hanem azért is fontos, mert ugye a vasúti hídon túl a Szűcstelepen és a Kernástelepen sokan élnek, és az ő közlekedésüket, az ő biztonságukat is javítja majd ez a kerékpárút. Úgyhogy nagyon bízom benne, mint ahogy megtudtam, hogy október közepére van a hivatalos elkészülés ennek az útnak, hogy talán előbb is el fog készülni, bízunk a jó időben, bízunk a jó szerencsénkben, és akkor ősztől, kora ősztől biztonságosabban tudunk itt a hídon is közlekedni. Köszönöm a tervezőknek, kivitelezőknek a munkáját, és reménykedem abban, hogy az az erőfeszítés, amit megtettünk éveken keresztül, hogy a forrást előteremtsük ehhez, az jó helyre kerül, és biztonságosan fogunk biciklizni. Hosszú évek óta várt, megvalósulását tekintve önkormányzati ciklusokon átívelő beruházás valósul tehát most meg. 2017. novemberében került aláírásra a szerződés. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a megvalósuló objektumnak. Én elsősorban a lakosságnak a türelmét szeretném kérni, és köszönöm nekik, hogy ősszel is, amikor az út felújítása történt, akkor partnerek voltak itt a felújításban, most is ezt kérem tőlük, és hát nagyon várjuk a végét az egésznek, a kivitelezőket szintén csak arra tudjuk kérni, hogy lehetőleg minél hamarabb, ha lehet még az iskola kezdés elejére fejezzék be a beruházást, hogy a diákok is majd igénybe tudják ezt venni. A Szűcstelepi Városrész önkormányzati képviselője László Ágnes úgy fogalmazott, a Jászberényi úti kerékpárút kiépítése kiemelten fontos projekt. A projekttel kapcsolatban kiemelném a közlekedés biztonságra vetített hatását, hiszen ez nagyon fontos. Ezen a felüljáron hetente több ezer autós halad át, és mellettük több száz kerékpáros és gyalogos igyekszik biztonsággal megérkezni munkahelyére, illetve otthonába. Az északipari kereskedelmi övezet dolgozói, a Szűcstelep és a Kernástelep lakói reményeink szerint 2021. október 15-ével már biztonságosan érhetik el céljukat. Ez szolgálja a híd mindkét oldalán létesítendő védőkorlát, valamint számos gyalogátkelőhely kialakítása és rengeteg olyan kresztábla, ami fokozott óvatosságra inti az autóvezetőket. Kiemelném a projektnek azt a fontosságát is, hogy a babakocsival, illetve közlekedő szülők, illetve a mozgáskorlátozott honfitársaink még inkább be tudnak csatlakozni a város vérkeringésébe. A körzetet érintő beruházás kapcsán szeretném megköszönni a városvezetésnek, Vasvári Csabának és a Városfejlesztési Kft. Dolgozóinak az odaadó munkájukat. Dr. Ferenci Norbert, az érintett északi ipari terület önkormányzati képviselője pedig arról is beszélt, munkaerőpiaci szempontból is kiemelt fontosságú a beruházás. Az elmúlt években nagyon sok új munkahely teremtődött Cegléden, és ezek az új munkahelyek javarészt az ipari parkban találhatóak, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban még több ilyen új munkahely teremtődik. Mára odáig jutottunk, hogy nemhogy csak nincs már munkanélküliség Cegléden, de strukturális munkaerő hiány van, és bizony ezeket a strukturális munkaerő hiányban jelentkező foltokat be kell satírozni. Ennek egyik fontos lépése az, hogy a munkahelyeknek a megközelítését
javítjuk, és a ceglédiek számára is, illetve a környékben lakók számára is vonzóvá tesszük ezeket a munkahelyeket saját eszközeinkkel is. Hogyan tudjuk vonzóvá tenni? Úgy, hogyha a megközelítés javul. Hogyan javul a megközelítés? Úgy, hogyha a közlekedési lehetőségek jobbak lesznek. A hátunk mögött lévő és az itt zajló beruházás ezt a célt szolgálja. Én nagyon bízom benne, hogy ahogy polgármester úr is, országgyűlési képviselő úr is elmondta, közlekedés biztonságán is javítani fog, és a diákok is meg tudják majd közelíteni nagy biztonsággal az itt lévő munkahelyeket, különösen innen a BEM iskolából, ahol megindult egyébként az ipari informatikus képzés. Nagyon bízom benne, hogy ez az új ágazat sikerrel fog majd szerepelni, és ezt a kerékpárutat ezek a fajta ipari informatikus diákok is sokan fogják majd használni. A Jászberényi úton a körforgalomtól a vasúti felüljáron keresztül halad majd a kerékpársáv, illetve a kerékpárút. A szűcstelepi városrészre az ipartelepi útig. Ezzel az északipari kereskedelmi övezet összekapcsolódik a várossal. Az ipartelepi úton az Infineon Kft-nél gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Az Infineon Kft-től a Kosárhegyi útig a városba érkezve jobb oldalon elválasztott gyalog- és kerékpárút lesz. A Jászberényi úton a Renault Salon és a Kosárhegyi út között gyalogos átkelőhely és kerékpáros átvezetés lesz a bal oldalra. A Kosárhegyi út és a Malomtószéli körforgalom között a városba érkezve a bal oldalon egyirányú kerékpárút lesz. A jobb oldalon pedig kerékpáros nyomvonalat festenek fel a meglévő járda mellé.